házigazda Bonyiszlói Együttes táncosai mutatták meg tudásokat a Sárközi Együttesek találkozójának nyitányaként. A program a Muharai Jellemér Népművészeti Egyesület és a Bartina Néptánc Együttes közös kezdeményezéseként jött létre annak érdekében, hogy a helyi kevés fellépési lehetőséggel működő együttesek táncosainak nyújtson fejlődési lehetőséget. Szakmai találkozója a Sárközi Együtteseknek, ami nem verseny, bár három szakértőt hívtunk erre az alkalomra, az együttesek műhely munkájáról beszélünk. Az eredeti anyaghoz való viszonyukhoz mennyire sajátítják el, mennyire stílusos az előadásmódjuk, hogyan építik fel az együttest, korosztályok hogyan jelennek meg, milyen szakmai problémáik vannak. Zenében, viseletben, táncban, tulajdonképpen erről fogunk beszélgetni. A dolog lényege abban van, mondja Héra Éva, hogy a különböző korosztályok hogyan tudják továbbadni egymásnak az értéket, melyet a tájegység népi kultúrája jelent. Lesz előttük egy példa. Látják, hogy más sárközi falvakban is hogyan él tovább a hagyomány, és ezért számukra szintén fontos lesz az, hogy Bogyiszló hagyományát és Bogyiszló tánc kultúráját éltessék. Láthatják azt, hogy más falvakban is él a kultúra, más falvakban is van tánc kultúra és hagyomány, és összetudják esetleg hasonlítani a bogyiszlóit, a különbségeket, hasonlóságokat fel tudják fedezni, és ezáltal saját maguk is élik ezt a kultúrát nyilván. Széles a tárháza annak, ahonnan az eredeti anyag felgyűjthető és feldolgozható. Mégis sokszor találkozunk azzal, hogy megragad egy táncos vagy egy együttes egy szinten, és abból nem képes továbbfejlődni. Ezt már a rendező Matokné Kapási Julianna mondta. Egy együttes életében nagyon-nagyon fontosak a megmutatkozások, mégpedig szakmai társaság előtt. Ez a szakmai társaság nem csak kifejezetten a zsűrit jelenti, hanem egymás előtti megmutatkozás. Én hiszek abban, és az 50 éves táncosságom is azt mondatja velem, hogy a tapasztalatszerzés, a másoktól való tanulás az egyik legfontosabb alapja ennek a munkának. Ha ezt valaki figyelmen kívül hagyja, akkor előbb-utóbb azt fogja észrevenni, hogy bemerevedik az, amit csinál, és gyakorlatilag nem fejlődik, hanem egy helyben topog. Minden, mint a néptánc mozgalom is, egy örökké fejlődő mozgó valami, és ha ezek az együttesek egymást nem nézik meg, nem mutatkoznak meg, akkor előbb-utóbb nem tudnak fejlődni. Ez egy öröktörvényű dolog. És éppen ezért kell rendezni ilyen megmérettetéseket, és a másik pedig az, hogy nem mindegyik egyforma minőségű, nem mindegyiknek egyforma a talaja, tehát nem mindegy, van amelyik csak helyi együttes, van amelyik már regionális szinten mozog, van aki országos szinten mozog, ez a minősége adja meg természetesen ezt a lehetőséget számára, és most például a Csóri Sándor programnak az alapvető célja az, hogy ezeket a kevés lehetőséggel bíró együtteseket is egy kicsit felpesdítse, megmozgassa. Én azt várnám, hogy ezt az együttesek meg is tegyék, hogy megnézik egymást, hogy tanulnak egymástól, még ha nem is adjuram Isten azonnal, hanem áttételesen valami olyan dolgot, olyan dolog ragad rájuk, amire nem is gondolnak. Ha más nem, akkor csak az, hogy az a másik milyen szép volt, az a másik milyen jó dolgokat csinált, azt próbáljak meg én is valami hasonlót. Van, aki él vele és felhasználja, van, aki most csodálkozik rá, hogy ilyen is van, van, aki a saját levében föl 20 éve és nem tudja, hogy ilyenek is vannak. Tehát persze, hát folyamatosan van fejlődési lehetőség, mert ezeket az anyagokat értelmezni kell, és mindenki saját maga agyával értelmezi. Minden mögött a hagyomány tisztelete és megélése van, mondta Héra Éva. Ha a helyi közösségből kivész ez a hagyomány,
akkor az egész egy kiürösedett színpadi mozgalom, ami előbb-utóbb elhal.